Köszöntöm Önöket! Ez a heti politika, ahol az elmúlt hét nap legfontosabb híreiről és hátterükről beszélgetünk. Ebben vendégeim Szentpéteri Nagy Richárd, a Méltányosság Politika Elemző Központ főmunkatársa, és Lánci Tamás, a Századvég vezető elemzője lesz segítségemre. Üdvözlöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és lássuk is a híreket! A héten megkezdődött a parlament őszi ülésszaka, ahol Orbán Viktor is felszólalt. A kormányfő az eddigi eredmények mellett a legfontosabb elvégzendő feladatokról is szólt. Lássuk, hogy mit mondott pontosan. Az ősz folyamán a Fidesz és a kereszténydemokraták döntésének megfelelően további 11,1%-kal fogjuk csökkenteni a gáz, a villany, illetve a távhő árát. Az erről szóló előterjesztések hamarosan elkészülnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Elnök úr, Magyarország csak akkor lehet a maga ura, ha sikerül pontot tennünk a lakás célú, jelzálog alapú deviza hitelek ügyének a végére is. Megkezdődött az őszi ülésszak. Tamás, ez azt jelenti, hogy megkezdődött, ha nem is hivatalosan, de a kampány? Igyekszem óvatosan fogalmazni, mert ugye köztársasági elnök úr pont ezen a héten intette nyugalomra a pártokat, és kérte őket, hogy senki se kezdjen kampányba. Ettől függetlenül szerintem a kampány az elkezdődött, nem most, hanem körülbelül már egy évvel ezelőtt. Ha megnézzük, akkor Bajnai Gordonnak a tavaly október 23-ai színre lépése minden pártot mozgásba hozott, az MSZP-t, a Fideszt és tulajdonképpen tényleg valamennyi politikai szereplőt. Óriás plakátok jelentek meg az utcákon, mintha már kampányidőszak lenne. Magyarán valamennyi politikai szereplő elkezdte az egymással való versengést, és ebből szerintem ki kell emelnünk egy nagyon-nagyon furcsa, vagy eddig Magyarországon nem szokott momentumot, hogy a bal oldalon belül is elindult egy nagyon-nagyon éles versengés, egyfajta előkampány. Gondoljunk itt csak Bajnainak és Mesterházinak a vetélkedésére. És mi a helyzet a kormánnyal? A kormány intézkedései vagy tervezett lépései is azt mutatják, hogy közeleg a választás? Igen, természetesen azt mondhatják, de egyébként a választás mindig is közeleg, mindig egy nappal közelebb vagyunk a választáshoz. A választás utáni napon elkezdődik a következő választásnak a kampánya. Olyan rendszerekben, ahol nem lehet előre tudni, hogy mikor lesznek a választások, általában ilyenek a parlamentáris rendszerek, ahol szokás feloszlatni a parlamentet. A briteknél például 3 hétre rá már választanak is, ott nem lehet valóban tudni, hogy mikor lesz feloszlatva igazából a parlament, még akkor is, hogyha minden óvodás előre tudja nagyjából. Ott tényleg 3 hét a kampány. Az ilyen országban, mint amilyen, tulajdonképpen folyamatos kampány van, ez legfeljebb erősödni fog tudni, és fog is erősödni, ezt nyugodtan mondhatjuk, nem kell nagy jós tehetség. Mert most ez ilyen évadnyitó beszéd, ez nagyon kellemes és kedves hagyománya a magyar parlamentarizmusnak, az újabbkori magyar parlamentarizmusnak is, hasonlóan a világ tendenciáihoz. Ilyenkor a miniszterelnök az ülésszak elején beszél a kormányzásról, általában jókat mond természetesen egy miniszterelnök a saját kormányának a teljesítményéről, és vázolja azokat a dolgokat, amelyek várhatók ebben a fél évben legalábbis. Ez most megtörtént. Más kérdés, hogy melyik miniszterelnök milyen nívón teszi ezt. Ez a miniszterelnök meggyőzően szólt arról, ami egyébként vitatható. Szólt például a rezsicsökkentésről. Vona Gábor frakció, a Jobbik frakció elnöke és frakcióvezetője reakciójában azt kérdezte, hogy miért éppen most a kampány véghajrájában, a ciklus utolsó évében kezdtek el rezsicsökkenteni. Miért? Hát az én válaszom erre az, hogy ez valójában egy 15 éves folyamat. Ha megnézzük, akkor a rezsikérdéssel a Fidesz valamikor 98 és 2002 közötti még első kormányzati ciklusában kezdett el foglalkozni, amikor reál értéken befogyasztotta a rezsiköltségeket. Aztán 2001-2002 fordulóján szóba került az, hogy nominál értéken is befogyasztja a rezsiköltségeket, ami aztán nem valósult meg, mert emlékszünk, akkor a Szocialista Párt akkori frakcióvezetője, Lendvai Ildikó azt mondta, hogy ha az MSZP kerül kormányra, akkor nem lesz rezsicsökkentés. Kormányra kerültek, vagy van rezsiemelés, és aztán kormányra kerültek, aztán lett. De ez egy másik történet. És aztán tulajdonképpen ezt a politikát vitte tovább a Fidesz 2010 után, a második kormányzati ciklusában, és folyamatosan a rezsikérdéssel foglalkozott. Az első lépésre ugye januárban került sor, és most pedig a másodikban. Tehát itt egy körülbelül 15 évet átívelő politikai krédóról vagy feladatról van szó, amit a Fidesz következetesen képvisel. Nyilván minden párt egyébként arra törekszik, hogy a kedvező intézkedéseket egyfajta ciklusidőzítésben nyilván a ciklus második felére pozícionálja, de ez teljesen egyértelmű és érthető. De azt látnunk kell, hogy ez a
rezsicsökkentési gondolat, ez nem most alakult ki a Fideszben, ez egy nagyon-nagyon régóta képviselt politika, amit ellenzékben és kormányon is védt a Fidesz. A deviza hitelesek megsegítése mögött is ugyanez a motiváció van, mondván, hogy közeleg a kampány. Hát egyrészt, másrészt pedig az, hogy tényleg meg kell oldani a problémát. Ugye hát a nyakunkon van a probléma, és éppenséggel most ez a kormány van hatalmon, most ennek a kormánynak a nyakára ég a probléma. Ugye ebben a kitűnő televízióban Tamással már ültünk itt, és beszélgettünk erről a kérdésről, és akkor is az a kép bontakozott ki bennem, hogy a jó szándék egyértelmű, de a megoldás még úgy látszik nem találtatott meg, már pedig a korábbi megoldások, amelyek szép számmal voltak, és nem tagadhatjuk, hogy 15 éve folyik erről egy gondolkodás, de mondjuk a korábbi megoldások nem voltak kielégítőek, különösen a szegényebb devizahitelesek számára. Most éppen itt az idő, hogy ezt a kérdést is megoldja a kormány, ráadásul saját érdekében is, nem csak a nemzet érdekében, hanem politikai érdekében is, hiszen ez nagyon rá fog égni, hogyha nem talál sürgősen kitűnő, tehát kiváló, tehát mindenkit kielégítő megoldást. Nem lesz könnyű. A kockázat tényleg ott van, de azért ne felejtsük el azt is, hogy politikáról beszélünk. Tehát nagyon fontos a felelősség, a felelősségnek a megtalálása, és nyilván ebben a tekintetben mozog a kormánypárt is, és mozog az ellenfél is. A kormánypárt nyilván abban lesz érdekelt, hogy felmutassa, hogy a devizahitelesek problémáját elsősorban az előző kormány a felelős, hiszen a devizahitelek akkor kerültek fölvételre, és az árfolyamok is akkor szálltak el. Tehát a devizahitelezés, mint probléma akkor keletkezett, a megoldása pedig már az Orbán kormánynak jutott. Tehát nyilván a felelősségnek a megítélésében itt azért ez egy, hogy mondjam, mind a két fél majd meg fogja állapítani, hogy ki a felelős, tehát ezen dolgozni fognak. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy a Fideszre azért nem borult még rá ez a probléma, és azért van, ha úgy tetszik, kreditje a választópolgárok körében, mert már eddig is tett lépéseket, és több százezer családot egyébként már kimentett, kihúzott a bajból. Tehát azok, akik még nem kaptak megoldást, azok most reálisan és hogy mondjam, komoly elvárással ülhetnek otthon, és várhatják azt, hogy az ő problémájukra is születik majd megoldás. Szerintem ez alapvetően ezen fordul meg a dolog. Illetve hát nyilván ha még egy mondatot szabad hozzátennem, ugye most elsősorban nem a kormánynak a térfelén pattog a labda, hanem a bankokén. Akik ugye persze próbálják ezt a labdát visszapasszolni a kormány térfelére, és próbálják maguktól eltávolítani, amennyire csak lehet, a kormány pedig ott tartja, mert azt mondja, hogy alapvetően a bankok felelősek, a bankok és az előző kormányzat ezért a kialakult helyzetért. Így van. A bankok térfelén azért van a labda, mert a kormány oda tette át ezt a labdát, és a közönség ezt világosan érzékeli. El fog jönni az igazság pillanata, ha politikailag nézzük, nem a nemzet érdekeit nézzük, hanem politikailag tekintjük, és ez pedig a választások napja. A közönségünk természetesen, hiszen jól informált magyar közönségről van szó, fogja érzékelni, hogy mely kormánynak milyen felelősségi arányai vannak ebben a kérdésben, de azt is fogja látni, hogy elmúlt 3 év, és a végső megoldás, ha úgy tetszik ezt a csúnya szót használva, még nem született meg, várjuk, hogy megszülessen. Menjünk tovább. A miniszterelnök is beszélt arról a parlamentben, hogy a kormány dolgozik a GYED extra bevezetésén, és azon, hogy az adókedvezményt a kiskeresetűekre is kiterjessze. Vajon lesz-e forrás a további népszerű intézkedésekre? Soltész Miklós szakállamtitkár Közélet című műsorunkban beszélt erről. Jó néhány hónapja röppent fel a hír, hogy kiterjesztenék a szocpolt, és meg is emelnék az összegét. Mi a helyzet ezzel? Olyan értelemben jó hírem van, hogy a költségvetésben benne van, a tervezés során erre sort kerítettünk, de még döntés erről nem született, hogy ez pontosan hogy valósul meg. Emelhetik az egyszeri anyasági támogatás összegét, és ugye itt sajtóhírek szerint szó volt egy 288 ezer forintos támogatásról, a jelenlegi körülbelül 60 ezer helyett. Ez belefér még az idei költségvetésbe? Erre most biztos, hogy nincsen lehetőségünk. Van még akkor néhány népszerű intézkedés a kormány tarsajában itt. Soltész Miklós szakállamtitkár arról beszélt, hogy még nincs ugyan döntés a szoszporról, de a költségvetésbe már beillesztették. Akkor nagyszerű. Tehát, hogyha a forrás megvan, akkor várjuk, hogy az döntés megszülessék valamennyiünk érdekében. A demográfiai probléma tényleg nem ennek a kormánynak a problémája. Ez nem is 15 éves, hanem legalább negyedszázados probléma. Semmilyen megoldás soha nem született erre, ami kielégítő lett volna. Itt egy folyamatos népességcsökkenésről beszélhetünk most 1-2 évet leszámítva. Erre a problémára valóban megoldást kell találni. És a kérdés az, hogy például ilyen anyagi ösztönzőkkel lehet erre megoldást találni. Ez biztos, hogy egy része a problémának való. Ez. Tehát mondjam, a megoldásnak része az, hogy ilyen anyagi ösztönzők is legyenek egy komplex programban. Tehát itt valóban egy átfogó programra van szükség, méghozzá ez is egy nagyon sürgősen megoldandó kérdés. Lesznek akkor még más hasonló népszerű intézkedések itt a kampány előtt?
Szerintem azért a kormány nagyjából kiterítette alapjait, tehát látható, hogy melyek azok az intézkedések, amelyeket még ebben a ciklusban végig tud vinni. Ne felejtsük el, hogy a választások előtti egy-két hónapban már nem szokott ülésezni a parlament, tehát gyakorlatilag az őszi ülésszakban van reálisan esély arra, hogy amit most elfogadnak, az nagyjából kitölti ezt a ciklust, utána már döntés, ha születik is, véletlenül, akkor az már csak a választások után fog hatni. Tehát én azt gondolom, hogy gyakorlatilag decemberig, tehát karácsonyig ez a politikai ciklus, ez a kormányzati ciklus le fog zárulni, ami döntés születik, az nagyjából ennek a kormányzatnak a teljesítménye. Milyen feladatok vannak még hátra? Hát ez egy nehéz kérdés, hiszen én nem kormányzati szereplő vagyok, csak egy elemző, tehát erre elsősorban egy kormányzati szereplőnek kéne azt gondolom, hogy válaszolnia. De ha megnézzük a ciklust, akkor azért az jól látható, hogy az intézkedések azért masszívan egy irányba mutatnak. Tehát jól kivehető az a csapás irány, amelyen a kormányzat 2010-ben elindult, és többé-kevésbé következetesen azt a csapás irányt követte. Tehát ez egyfajta pénzügyi és politikai függetlenségnek a megteremtése, tehát a nemzetközi szervezetek gyámkodása alól való kiszabadulás, középosztály erősítése, ebbe az irányba tett lépés, tehát az adórendszernek az átalakítása az ebbe az irányba mutatott, vagy a családi adó kedvezményeknek a bevezetése is. Tulajdonképpen ezeknek az intézkedéseknek a záró akkordjait láthatjuk most itt a választások előtt. Körlevélben kéri a DK-s vezetőket, jelöltek egy Gyurcsány Ferenc pártelnök, hogy ne kössenek alkut a választásokon való indulásról a szocialistákkal, írja az Origó. A volt miniszterelnök kedden jelentette be, hogy eredménytelenül zárultak le az MSZP és a Demokratikus Koalíció tárgyalásai. A DK önállóan készül a választásokra. A szocialista párt Fodor Gábor liberális és Mokkandor szociáldemokrata pártjával sem köt választási megállapodást. Én úgy emlékszem, hogy éppen az MSZP volt, aki az összefogás szükségességét elkezdte hangsúlyozni, most pedig sorra kikosarazza a jelentkezőket. Mi van itt a háttérben? Hát alig, hanem ennek szervezett szociológiai okai vannak, hogy az MSZP minden esetre saját magát legalábbis annyira erősnek érzi, hogy nem szeretné, hogyha más is beszállna. Ugye nyilvánvalóan ezek a kisebb pártok viszonylag nagy igényel jelentkeztek ahhoz képest, amit az MSZP adni képes. Ugye? Tehát elindult ez az alkudozás, és természetesen rögtön az első nap látszott, hogy ennek nem lesz végeredménye, legalábbis egyelőre. Azért mondom, hogy egyelőre, mert azt remélem, hogy a Jóisten még engedi, hogy még tovább éljünk, és el fogunk jutni a választás napjáig. A választások előtt néhány héttel még nem lesz késő, hogy a már felállított jelölteket valaki visszaléptesse. Gyurcsány Ferenc egyébként alig, hanem erre készül, szeretné megerősíteni saját magát és pártját, szeretné egy olyan pozícióba hozni ezt a politikai alakulatot, amely majd kellő súllyal fog szerepelni, fölépni egy utolsó fordulóján ennek a tárgyalás sorozatnak. Tamás, lát erre esélyt, hogy kellően megerősödjön a DK-s? Lesz még egy körös tárgyalás mindegyik párttal, akár az Együttel, akár Fodor Gáborékkal, Smuk Andorral, egy esetleges szövetségkötésről? Én nem tartom kizártnak, hiszen ha megnézzük, akkor a DK-nak van talán az egyik legelkötelezettebb szűk, de nagyon elkötelezett szavazótábora, amely nagyon-nagyon lojális a vezetőjéhez, Gyurcsány Ferenchez, és tulajdonképpen ennek a biztos szavazóbázisnak az erejére támaszkodva, ennek nekivetve a hátát Gyurcsány Ferenc, 1-2%-kal, ha bővíti a támogatottságát, akkor komoly tényezővé nőheti ki magát, akár királycsináló szerepbe is kerülhet a baloldalon. És ne felejtsük el, hogy nem csak ő, hanem még rajta kívül 2-3, akár 4 közéleti szereplő is mozog még a baloldalon, kisebb-nagyobb pártformációval, kisebb-nagyobb támogatottsággal, és ők akár össze is állhatnak. És úgy viszont már egészen komoly súlyt képesek képviselni, könnyen elérhetik a parlament bejutás küszöbét, és onnantól kezdve alkupozícióban vannak, mint Bajnaékkal, mint Mesterháziékkal szemben. Ebben a választási rendszerben a kispártokra leadott szavazat az gyakorlatilag elvész? Igen, gyakorlatilag elvész. Tehát ezt természetesen ők is tudják. Itt valóban egy ilyen folyamatnak az esélyét látjuk. Hogy tehát Gyurcsány Ferenc akármilyen megosztó személyiség volt a közönség nagy részének a szemében, most fölléphet akár, hát nem tudjuk, hogy mi lesz holnap után, de mondjuk van egy ilyen esély, hogy fölléphet akár integratív személyiségként is, hogy a Kerékvárci Szabolcs a napokban jelentette be, hogy csatlakozik a DK-hoz, más jelentős személyiségek neve is fölmerült, és hogyha a közönség szemében úgy tűnik föl ez az alakulat, hogy integrálni tudja a sem az egyikhez, sem a másikhoz nem tartozó csoportokat, akkor mondjuk olyan pozícióba tudják hozni saját magukat, amelyek jelentősek lesznek a választáson, és ezek valóban döntőek lehetnek adott pillanatban a választás napján. És amíg szabad egy mondattal kiegészíteni, amit hallottunk, akkor azt se felejtsük el, hogy a baloldalon, akármilyennek is tartjuk, látjuk Gyurcsány Ferencet, de az biztos, hogy ő a
legszínesebb, legmédiaképesebb személyiség. Tehát mondjuk egy relatíve szürke Bajnai Gordonnal és egy viszonylag még súlytalan Mesterházy Attilával szemben, ő elvileg volt kormányfő, és megvan az a képessége, hogy a média figyelmét magára vonja. Ilyen képességgel a baloldalon igazából csak ő rendelkezik, és ez egy nagyon-nagyon fontos képesség lesz most a következő fél évben, amikor a kampány zajban meg kell szólítani a választókat, és föl kell hívni magára egy pártnak a figyelmet. Picit nekem úgy tűnt, hogy kicsit kényelmetlen Gyurcsány Ferenc és a többi ex-MSZP-s, jelenlegi DK-s politikus az MSZP számára. Így van ez? Igen, ez sokszor elhangzik, ugyanakkor én azt gondolom, hogy... Maga Gyurcsány Ferenc is erre utalt a szövetségkötés meghiúsulása után tett nyilatkozataiban. Így van, de én azt gondolom, hogy a választók fejében ez a két politikai alakulat olyan élesen azért nem válik el. Elsősorban azért, mert ezek a politikai szereplők olyan sokáig, tehát mondjuk Mesterházy és Gyurcsány, olyan sokáig mozogtak együtt a politikai mezőben. Gondoljunk csak arra, hogy amikor ugye Gyurcsány volt a sportminiszter, akkor Mesterházy Attila volt az államtitkára, tehát őket azért nagyon-nagyon sok minden köti össze, és a választók fejében azért ez még elevenen él. Tehát lehet, hogy ugye a Gyurcsány Ferenc kényelmetlen, de önmagában attól, hogy Gyurcsány Ferenc most nem része ennek a megállapodásrendszernek, ami kezd formálódni a baloldalon, ettől a választók ezt azért nagyon-nagyon nem választják szét. Valóban így van, és egyébként a Fidesz törekszik is arra, hogy összemossa ezeket a személyeket egymással, az MSZP-t pedig láthatóan arra törekszik, hogy distanciát mutasson fel közte és ezen szereplők, elsősorban Gyurcsány Ferenc között. A nap végén azonban mégiscsak arról fog szólni az egész történet, a 4 éves történet, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, vagy ne, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, és a közönségünk erről a kérdésről fog dönteni. Mindazok, akik az Orbán Viktor miniszterelnökségével szemben fognak föllépni, azok előbb-utóbb meg fogják találni magukat, és egymáshoz vezető utat, és különösen a választókhoz vezető utat. Ez egy súlyos állítás, mert ebben az is benne van, hogy akkor akár a Jobbik és az MSZP is koalíció képes lehet. Ebben az állításban valóban az van, hogy a közönségünk fejében ez lesz a fő kérdés. Lesznek itt alkérdések is, százával sorolhatjuk az alkérdéseket, de a fő kérdés ez lesz, hogy ez a társaság kormányozon tovább. Egész pontosan az a pontosítanám, hogy az ellenzéki retorikának ez lesz a fókuszában, hogy ez a választás erről szól, menjen vagy maradjon Orbán Viktor. Nyilván az ellenfélnek pedig nem ez lesz, hanem az, hogy visszajöjjön a múlt, visszajöjjenek azok, akik 2010 előtt kormányoztak, vagy nem. Tehát tulajdonképpen ez a két állítás fog megméretődni pontosan a választáson. Meg fogjuk látni, hogy melyik állítás lesz az erősebb, és melyik jut el a választókhoz. Érdekes lesz. Lehet, hogy ez csak egy apróság, vagy egy technikai kérdés, de mondjuk egy miniszterelnök jelölti vitát. Hogyan képzeljünk el? Mesterházy Attila, Bajnai Gordon és Orbán Viktor fog egymás ellen küzdeni, és itt most nem a három személy a lényeg, hanem az, hogy Mesterházy Attila és Bajnai Gordon majd egymással vitázik, és egymás ellen küzd. Adott esetben még ez is elképzelhető, hogyha bal oldalon elmérkesedik a viszony, hiszen a mostani furcsa megállapodásban, amelyet Bajnai és Mesterházy két héttel ezelőtt kötött, tulajdonképpen a rivalizálás az továbbra is benne van. Az, hogy ez mennyire fog elmérgesedni, mennyire kerül ki a nyilvánosság elé, ezt majd meg fogjuk látni, ezt ma még nem tudjuk, de az megállapodásukban, ami inkább csak egy fegyverszünet, potenciálisan benne van, hogy kiújul a kettőjük közötti versengés. Ebben az esetben könnyen elképzelhető, hogy Mesterházy és Bajnai vitatkozni fognak majd egymással, akár formálisan, akár csak üzengetve, ahogy azt láttuk mondjuk a nyár folyamán. De egyébként, mivel furcsa módon ugye egyik sem nevezi magát miniszterelnök jelöltnek, ezért nagy valószínűséggel én most erre teszek egy ilyen halvány jóslatot. Én azt gondolom, hogy olyan vita, ahol Orbán Viktor és ez a két úri ember ott lesz, ilyen nem lesz, tudnélik, még Orbán Viktor meg lesz ilyen nevezve, mint miniszterelnök jelölt nagy valószínűséggel. A bal oldalon ilyen szemét nem fogunk látni, legfeljebb csak Gyurcsány Ferencet. Én is így látom, de másokból. Tehát én is kevés esélyt adok, hát ezt nagyot lehet bukni ezzel a jóslattal természetesen. Én is kevés esélyt adok arra, hogy Orbán Viktor bárkivel is vitatkozzék. Listavezetői vitát el tudok képzelni, nem csak ilyen 3 vagy 4 szereplős, hanem sok szereplősel is. A választási rendszerünk olyan, ami lehetőséget, könnyű lehetőséget ad a politikai szereplőknek, akár országos lista állítására is. Ugye elég 27 körzetben elindulni, persze nem mindegy, hogy földrajzilag hol. De minden esetre a listaállítás egyszerű lesz, és a lista vezetők nyilván angazsálni fogják magukat, hogy minél inkább szerepelhessenek egyféle listavezetői vitában. Nyilvánvalóan Orbán Viktornak pedig az lesz az érdeke, hogy fölülről nézze a tigrisek harcát, ha úgy tetszik. Orbán Viktornak egyszer volt érdeke ilyesfajta vitát, miniszterelnök jelölti vitát folytatni, ez 1998-ban volt, ezt nagyon is kihasználta, és már akkor volt annyi ereje, hogy politikai ereje természetesen, hogy ki kényszerítse ezt a vitát akkori ellenfelétől, Horn Gyulától, aki egyébként másról is leületett volna, és mondjuk nem volt kifejezett
kabineten kényszerítve történetileg, hiszen nem volt hagyománya az a vitáknak korábban, még ha korábban valami fajta vita kezdeményezések voltak is. Most tehát akkor Orbán Viktornak érdeke volt, attól kezdve nem volt érdeke, mégis kétszer ki kellett állnia. A legutóbbi választáson 2010-ben már olyan ereje volt politikailag, hogy megtehette, hogy senkivel sem áll ki. Menjünk tovább, de maradjunk még a DK-nál és Gyurcsány Ferencnél. A volt miniszterelnök ugyanis videót forgatott, mégpedig Felcsúton. A filmet Gyurcsány Ferenc Orbán Viktornak is átadta, most nézzünk bele. Családlátogatóba jöttünk. Na nem a saját családunkhoz, a keresztapa családjához. Orbán Viktor családjához. Ő ma Magyarország legnagyobb keresztapája. Felcsútra jöttünk, hogy lássuk mindannak a sűrítményét, amitől botrányos az ország. Földmutyi, stadionépítés, Simicska, minden, amitől olyan nehezen és rossz hangulaton élhető ez az ország. Mind a ketten mosolyogtak, a szavazók ilyesfajta megszólítása, mert hogy erről van szó, Magyarországon azért meglehetősen szokatlan. Igen, hát kell az egy ilyen szereplő, ugye kell az Orbán Viktor, akinek a felcsúti birtoka, vagy hát faluja, a szülőfaluja, származási helye, ugye, országosan ismerté vált, sőt szimbóluma, a kistudással az egész rendszer, az Orbán Viktor által kialakított rendszer egyik szimbólumává vált másokkal együtt természetesen. És kell hozzá egy ilyen szereplő, mint Gyurcsány Ferenc, aki hát lazán mozog a kamerák előtt, és egyfajta színészkedést is tud produkálni. Nagyon nagy kérdés, hogy ez a fontos probléma, Felcsút problémája, ahol egy seregnyi ügy van, amit napirendre vehetnénk, és Gyurcsány Ferenc személye hogyan fog találkozni, hát megint a nap végén a választók fognak dönteni. Tamás azt mondta, mielőtt néztük az összeállítást, hogy hát erről beszéltem. Így van, tehát gondoljunk bele, hogy Gyurcsány Ferenc egy 3%-os pártnak a vezetője. Pont akkor a támogatottsággal rendelkezik. 3%-os? Van, aki még 1% alatt. Hát azért a konszenzus van abban, hogy valahol 2-3% között mozognak. Ha megnézzük, mondjuk Schiffer Andrásék nagyjából ugyanekkor a támogatottsággal rendelkeznek, és mégsem róluk beszélünk, hanem Gyurcsány Ferencről. Erre mondtam azt talán egy pár perccel ezelőtt, hogy van egyfajta média vonzó képessége. Képes Gyurcsány Ferenc új stílusokat, új műfajokat kitalálni, tehát van benne annyi kreativitás, amivel képes a médiának és a közéletnek a figyelmét magára vonni. Ez határozottan mellette szól. Bocsánat, csak mondom röviden, hogy Schiffer András és Gyurcsány Ferenc személyiséget természetesen szinte összevethetetlen. Ugyanakkor, hát még a Schiffer András féle mozgalom is tartogathat meglepetéseket, éppen amiatt az űr miatt, ami esetleg ott keletkezik, ahol éppen ők állanak. Ami a 3%-os támogatottságot illeti, mint a 3% a hiba határ, tulajdonképpen bármit mondhatunk. Rendben, pár percen belül folytatjuk a műsort a második résszel, melyben szó lesz például a devizahitelek kivezetésének következményeiről, és arról is, hogy vajon túlköltekezik-e a kormány. Tartsanak velünk! Már itt is vagyunk, ez a heti politika, az elmúlt hét nap legfontosabb eseményei és a hátterük. A következő percekben gazdaságpolitikai hírek lesznek terítéken. Itt csatlakozott hozzánk Sándor Dávid, az investor.hu elemzője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És továbbra is itt van velünk Lánci Tamás, a Századvég vezető elemzője, és Szentpéteri Nagy Rihárd, a Méltányosság Politika Elemző Központ főmunkatársa. Lássuk is a híreket. Szóba került ma már a devizahitelek kivezetése. A Fidesz-KDNP a múlt héten arra szólította fel a bankokat, hogy november 1-ig javítsák ki a devizahitelek hibáit, a szerződéseket pedig módosítsák az ügyfelek javára. A bankszövetség elnöke biztos benne, hogy lesz megoldás, de november 1-ig szerinte képtelenség megoldani az összes problémát. Patai Mihály az M1-nek azt mondta, a kapkodás drámai forintgyengüléssel és például a benzin árának megugrásával járna, ezért a forintosításra csak fokozatosan, néhány év alatt 10-15 részletben lát lehetőséget. Ugye a bankszövetség és a kormány megkezdte a tárgyalásokat. Miért hirtelen ez az ultimátum? Mert gyakorlatilag ez egy ultimátum a bankoknak, Tamás. Alapvetően azért, mert nyilván tehát a bankok bevonása, a közreműködése nélkül egy jó csomagot létrehozni azért nagyon-nagyon nehéz.
Nyilván először a kormány megpróbálja a feladatot megoldatni a bankokkal, aztán, hogyha nem megy, akkor jöhet a kormányzati beavatkozás, ami nyilván drasztikusabb lesz, és egyébként a bankoknak úgyis kiváltja majd az ellenállását, ebben majdnem biztos vagyok. Tehát így legalább megkapják a lehetőséget, hogy akkor ők valamit kitaláljanak. Egyébként nagyon érdekes, én ugye nem mint gazdasági szakember, hanem mint politológus nézem ezt a történetet, és nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy egyébként a bankszövetségnek a vezetője milyen ügyesen politizál. Tehát ő persze a gazdasági mezben jelenik meg, mint egy gazdasági érdekszövetségnek az elnöke, de mégis például azzal, amikor azt mondja, hogy novemberig nem lehet mindent megoldani. Senki se kérte, hogy novemberig oldja meg a bankszövetség a problémát, csak tegyen javaslatot a megoldásra. Ehhez képest elkezd egy olyan feladatról beszélni a bankszövetség elnöke, amit egyébként nem is kért tőle senki. Nyilván ezzel is próbál a bankszövetség kibújni a rátestált feladatról és visszalökni a felelősséget a kormányzatra. Richard, ön szerint miért ez az ultimátum? Egyrészt azért, mert nagyon sürget az idő, ugye a nyakunkon a választás, és a nyakunkon ez a probléma, hogy a műsor első felében erről már beszéltünk. Mert ezt ugye érdemes a kormánynak a bankszövetségre, a bankokra tolni a felelősséget, és ez most sikeresen megtörtént. Nagyon nehéz helyzetbe kerültek ezzel a bankok. Eleve is nehéz helyzetben voltak, de most valami nagyon okosat kéne kiötleni, ami nem lesz könnyű, és alig hanem azt kell mondanunk, hogy végén, a nap végén, végig a kormány fog valamilyen javaslattal élni, ami nem fog tetszeni a bankoknak, de talán tetszeni fog a közönségnek, úgyhogy a bankellenes hangulat fokozódni fog. És van ebben egy olyasmi, Dávid, hogy minden terhet a bankokra hárítsanak, hiszen korábban arról volt szó, hogy a kormány is szerepet vállalna a devizahitelek kivezetésében, most meg 100%-ban csak a bankok, illetve hát nyilván az adósok vállalják ezt a terhet. Hát igen, ugye még nem sok konkrétumot tudunk, nagyjából halljuk azt mindegyik oldalról, hogy úgy nagyjából ki mit szeretne. Az a legrosszabb forgatókönyv, hogyha mindent a bankok nyakába tolnak. Azért azt látni kell, hogy ez a devizahitelezési probléma... Kinek a legrosszabb forgatókönyv? Hát a bankoknak a legrosszabb forgatókönyv, de értelemszerűen, hogyha a bankoknak egy ilyen végletekig menő, amit ugye Csányi Sándor is említett, 900-950 milliárd forintos vesztesége járó egyszeri forintosítást gyakorlatilag a nyakukba varnak, azt a bankrendszer nem bírja el. És hogyha valamit a bankrendszer nem bír el, annak hatása lehet sajnos, és negatív hatása lehet, kedvezőtlen hatása lehet a gazdaságra és a gazdasági folyamatokra is. Tehát attól függ, hogy mit kapnak a bankok a nyakukba. A bankok értelemszerűen nem akarnak egy ekkora terhet cipelni. Már most is ugye éves több mint 150 milliárd forintos különadó teher van rajtuk. A bankok értelemszerűen arra törekednek, hogy egy elnyújtott, nem egyszerre, hanem több évben, részletekben próbálnak valamiféle költséget vállalni ebben az egész devizahiteles mentésben. Valóban lehet ennek olyasfajta kockázat, amiről Patai Mihály beszélt, forintgyengülés, ugrásszerű benzinár növekedés, kell ilyesmitől tartani? Lehet ilyen, persze lehet ilyen hatása. A forintnak a gyengélkedése az elmúlt időszakban az, hogy egészen 300 forintig gyengült a hazai fizetőeszköz, ebben már részben közrejátszott az is, hogy bizony a piaci szereplők azért félnek ettől az újabb bizonyos devizahiteles mentőcsomagtól. Ugye nem tudják, hogy a kormánynak pontosan mik a tervei, de a kockázatokat, amik azért nagyok, ezeket a kockázatokat ugye érvényesítik már most. Kormány nélkül mennyire van megoldás? Semennyire. Hát a kormány természetesen kell az először, és a kormánytól jön az iniciatíva, mert ez a kormány fog politikailag felelni a választók előtt, hogyha nem tudja megoldani ezt a problémát. Kormány nélkül nemhogy ez, gyakorlatilag szinte semmi sem sikerülhet. Ugye azt látjuk, hogy miközben a kormányoldal intézte ezt az ultimátumot, közben segítséget vár az OTP-től az E.ON gáz üzletág vásárlásához. Akkor egyszer jók a bankok, egyszer meg nem jók? Azért ne felejtsük el, hogy az E.ON gáz üzletága azért az egy üzlet is, tehát az egy, és nem is rossz üzlet. Tehát nem arról van szó, hogy itt valami olyanra van rákényszerítve az OTP, amit ő egyébként nem akar, ebben számára is van lehetőség üzletileg. Tehát önmagában ez nem zárja ki a dolgot. A másik, amit fontos megérteni, hogy bár van erkölcsi dimenzió is egyébként a devizahiteles kérdésnek, és ezt egyébként a politikai szereplők rendszeresen hangsúlyozzák is, és egyébként nagyon fontos, hogy ezt hangsúlyozzák, pont azért, hogy még egyszer ilyen ne történhessen meg, egy ilyen felelőtlen hitelezési gyakorlat, de ugyanakkor ez azért nem személyes ügy elsősorban, hanem ez egy gazdasági kérdés, amit meg kell oldani. Egyébként a bankok érdekében is. Tehát itt nem arról van szó, hogy valamit azért tesz a kormány, hogy a bankoknak kárt okozzon, megbüntesse őket.
Alapvetően a bankoknak is érdeke, hogy egyébként ez a rossz pénzügyi termék kikerüljön a piacról, és ezt ők is látják, hiszen pont ezért ültek le a kormányzattal tárgyalni, és ezért kezdődött el ez a tárgyalássorozat, majd aztán szakadt meg, mert igazából nem vezetett eredményre. Dávid csóválja a fejét, érdeke ez a bankoknak is? Hát persze, hát nyilván ugye a bankok is ugye egy ötlettel álltak elő, és a bankoknak is van egy javaslatuk a helyzet kezelésére. És az valóban igaz, hogy ugye a banknak is érdeke az, hogy valamilyen módon kezeljék ezt a problémát. Ugye a bankok az elmúlt években nagyon sokat szenvedtek amiatt, hogy például ugye akiknek a devizahitelt kifolyósították, ők ugye nem tudják úgy teljesíteni ezeket a kötelezettségeket, ahogy kellene. Ugye emiatt a bankoknak ezek az úgynevezett késedelmes hitelekre céltartalékot kell képezni. Ez azt jelenti, hogy ez nekik minden évben több 10 milliárd forintos költséget jelent. Értelemszerűen, hogyha ezt a problémát valamilyen módon sikerül megoldani, akkor a bankoknak ez az úgynevezett céltartalékulási költsége, ez érdemben csökkenhetne. Tehát ez egy pozitív hozadéka lehet egy ilyen megoldásnak. Csak nyilván ugye a serpenyő másik részében pedig ugye ott van az a dolog, hogy milyen módon mentik meg őket, és hogy amiről beszéltünk az előbb, hogy mekkora terhet kell elcipelniük majd a bankoknak itt ugye a forintosítás vagy egyéb megoldások. Tényleg csak egy-egy mondom, mi lesz november 1-én? Lesz megoldási javaslat, vagy nem? Kockázatos jósolni javaslat lesz, de nem a végső javaslat. Tomás? Én arra számítok, hogy a bankok megpróbálnak a következő másfél hónapban minden felelősséget visszatolni a kormányzatra, és szabadulni ettől a feladattól, amit kaptak. Hogy ebben mennyire lesznek sikeresek, ebben kíváncsi vagyok. Mondom, a bankszövetség nem mozog rosszul. Például a benzinár növekedésével való, meg a bankrendszer összeomlásával való fenyegetés, az például zseniális politikai trükk, vagy zseniális politikai érzékre val. Tehát azért mondom, hogy a bankszövetség is azért egészen jól beletanul a politikai szakmába. Egyébként ugyanezeket a fenyegetéseket már hallhattuk több devizahiteles mentőcsomag esetében is. Emlékszem, amikor mondjuk a végtörlesztésről volt szó, akkor pénzügyi Armagedont vizionáltak a bankok, ami aztán nem következett be. Volt egy árfolyam megingás, ez kétségtelen, de az összeomlás, amit pénzügyi elemzők és különösen bankárok előrevetítettek, hát az elmaradt. Dávid, lesz megoldás november 1-én? Hát megoldás az biztos lesz. Ugye az a kérdés, hogy milyen megoldás lesz. Azért itt szerintem az még egy nagyon fontos pont, ami már azért elhangzott, hogy itt a megoldásnak olyannak kéne lennie, amiben a bankok, a kormány és a jegybank is szerepet vállal. Tehát csak a bankok egyedül nem tudják kezelni ezt a problémát. Tehát ugyanúgy kell a kormány és ugyanúgy kell a jegybank segítsége, hogyha például egy ilyen forintosításról beszélünk, kell a jegybank ahhoz, hogy ne lássuk azt, hogyha a devizahiteleket forintosítják, akkor hirtelen a forint árfolyama felrobban. Tehát hogyha ezeket ugye el akarjuk kerülni, akkor kell a jegybank és kell a kormány is, hogy közreműködjön a helyzet kezeléséhez. Meglátjuk, most menjünk tovább. 2%-os gazdasági növekedést vár jövőre Orbán Viktor hazánktól, ami gyakorlatilag megegyezik a kormány korábbi prognózisával. Ennek ellenére az elemzőkhöz képest még mindig túl optimistának tűnik a kormány várakozása, ugyanis a szakemberek többsége ennél kisebb bővülési ütemet vár. A konszenzus 1,4%-os expanziót vetít előre, írja az investor.hu. Önök milyen gazdasági teljesítményre számítanak jövőre? Realitás lehet ez a 2%-os növekedés? Ezt meglátjuk, mindenesetre az is szép, hogyha 1,4%-os növekedés lesz. Ugye ennek a kormánynak növekedés központú gazdaságpolitikája kellett volna, hogy legyen, tulajdonképpen ez volt eredetileg meghirdetve, ez eddig nem sikerült. Ez a mostani növekedés, ami az idén várható, illetve tapasztalatú, az tulajdonképpen ilyen nulla közeli, majdnem, hogy nem létező. Minden, ami ettől való elmozdulást jelent, az mindenképpen pozitív. Hogy ez eléri a 2%-at, tehát az nagyon is kétséges, de már az is szép dolog, hogyha az 1,4%-et eléri. Hát már csak azért is, mert jelenleg az utolsó adatok szerint 0,1%-os GDP növekedés volt. Akkor ez a 2% nem egy utopisztikus jóslat a miniszterelnöktől, Tamás? Hát ezt majd a gazdasági elemző hitelesebben elmondja, mint én, de ugyanakkor azt tegyük hozzá, hogy nem a kormányzat, hanem egy londoni befektetési ház, a Merrill Lynch, amerikai befektetési ház, a Merrill Lynch jóslatában 2,4%-os szám szerepel, ami azért figyelemre méltó, mert egyébként a Merrill Lynch még egy-másfél évvel ezelőtt a magyar gazdaság kilátásait tekintve az egyik legpesszimistább jóslatot tette le az asztalra,
és ehhez képest most ők állítják azt, hogy 2,4%-os gazdasági növekedés lesz jövőre, ami valóban eltér egyébként az elemzői konszenzustól, de hát szerintem, ha átlagot vonunk azok között, akik fölé lövik a 2%-ot, meg akik alá, akkor nagyjából megkapjuk a kormányzat által várt eredményt. Mi lehet a jövő évi növekedés? Hát ugye a konszenzus az 1,4%, nagyon sok minden múlik majd azon, hogy az eurozónában a konjunktúra folyamatok azok hogyan alakulnak, ugye ez emiatt sérülékeny lehet ez az 1,4% is. Viszont ami az elemzői konszenzusban még nem szerepel, az ugye az MNB-nek az újabb növekedési hitelprogramja. Tehát erre még ez a konszenzus nem reagált. Az elemzők idővel elkezdik frissíteni a modelljeiket, beírják az új számokat, az új becsléseiket, és ez ugye napokat vesz igénybe, amíg értékelik ezeket a napokban, a héten érkezett bejelentéseket. Ugye a 2%-os növekedést vár Matolcsy György. Így van, és attól egy jelentős növekedést vár a jegybank, és még ha az elemzők nem is fogják ugyanekkora mértékben növelni a saját várakozásaikat, azért az elképzelhető, hogy felfele fogják bizony kanyarítani a prognózisokat, és ilyen így nézve akár meg is lehet ez a bizonyos 2% 2014-re. És ha a hazai viszonyokat nézzük, akkor miből lehet növekedés? Tehát melyik az az ágazat, ami felfelé húzhatja a számokat? Hát ugye eddig, ami segítette a GDP növekedést, ami valóban nem nagy, tehát jelenleg az idei évre 0,5%, 0,6-0,7%-os növekedést várnak. Ez például egy mezőgazdaságnak a jó teljesítményének köszönhető részben az építőipar is hozzájárult ehhez. Ami talán ezt követően segíthet és lendületet adhat, az talán egy fogyasztási oldal, vagy talán egy beruházási oldal. Mégis, hogy ugye ez a bizonyos jegybanki hitelprogram, ez gyakorlatilag ugye azt célozza, hogy a KKV-szektort ellássák megfelelő mennyiségű hitellel, és hogy ilyen módon segítsék ugye a gazdaságnak a növekedését is. Menjünk tovább. A kormány egyetértésével a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázik a 2020-as labdarúgó Európa bajnokság egyik helyszínére. Orbán Viktor és Csányi Sándor aláírta az MLS létesítményfejlesztési koncepcióját, amelyet a kormány jóvá hagyott. Erről is van egy rövid részletünk, nézzük. Az a 40 milliárd forint, amit 2016-ig erre a több mint 1000 pályára fordítunk, az megfelelően, transzparensen és megfelelően előkészítve kerül felhasználásra, hogy jól fogja szolgálni a teljes magyar labdarúgás érdekeit. Szeretném megemlíteni, hogy és aláhúzni, amit a miniszterelnök úr mondott, hogy úgy tűnik, mintha a profi futballhoz menne a sok pénz, nem a profi futballhoz mennek a pénzek. Az MLS által eldöntött TAO források, valamint az államtól közvetlenül kapott utánpótlás fejlesztése kapott források, az mind az amatőr és a ifjúsági futballnak, az utánpótlásnak a javítását szolgálja. Ha már a foci nem megy, akkor próbálkozzunk meg egy nagy foci rendezvényen. Erről van itt szó, Tamás? Őszintén szóval nem tudom, hogy mi áll a dolognak a hátterében. Amit én látok benne, hogy a futballba beszállni, az jó üzlet. Tehát egy nagy nemzetközi tornába beszállni, meccset rendezni, az egy nagyon-nagyon jó üzlet, különösen, hogyha egyébként addigra lesz stadionkapacitás is, azt gondolom, hogy ez egy teljesen racionális és jó üzleti lépés. Jó, és egy népszerű döntés. Igen, ha bejön, hogyha jó a futball. Ugye Magyarországon, hogy a futball gyenge, az azért is fájdalmas, mert valamikor a magyar futball nem ilyen színvonalon volt, sőt világszínvonalat meghatározó színvonalon játszottuk ezt a sportágat. Úgyhogy ha más országoknál gyenge a futball, az biztos fájdalmas mindannyiunk számára, de a magyar futball szomorú állapota mindannyiunk számára a legfájdalmasabb, hiszen volt honnan visszaesni. Hogyha egyszer majd, de hát ennek mondjuk őszintén szóval kevés esélyét látom, ha egyszer majd újra lesz rendes futball, és nem egyfajta magyar futball, akkor mi érdemes mindez a lépés, amit itt látunk. Megjegyzem, az összes eddigi pályázásunk, kandidálásunk, az összes világ vagy európai rendezvényre mind
kudarccal járt, sosem kaptunk lehetőséget. Most, hogy olyan, most nem menve a részletekbe, olyan lebonyolítási rendben fogják majd játszani az Európai Bajnokságot, amely lehetőséget ad kisebb országoknak, kevésbé esélyes országoknak is, így egy bizonyos fokig több esélyünk van. Én bizakodom abban, hogy 2020-ra ezt az esélyt megkapjuk, mert egyetlen rendezvény az még nem emeli föl a magyar futballt, de legalább ad egyfajta sikerélményt ennek az országnak, és futball tekintetében nagyon is ránk fér ez a sikerélmény. David, jó üzlet a foci, vagy jó üzlet a foci EB? Hát úgy tudnék kibújni a kérdés, ahogy ha azt mondom, hogy nem értek a focihoz. Meglátjuk. Én még nem végeztem el olyan megtérülési számításokat, amik azért szükségesek ahhoz, hogy ilyen beruházásokba kezdjünk. Remélhetőleg ezt megtették a döntéshozók. Mindenesetre Orbán Viktor is arról beszélt ezen a sajtótájékoztatón, hogy a kormány stratégiai ágazattá tenné a sportot. Van tényleg gazdasági ereje, növekedést hozhat a sport? Mert eddig mindig a fanyagok csak azt mondták, hogy viszi a sport, például a stadionépítés viszi a pénzt. Hát ugye azt látjuk, hogy maga a stadionépítés az ugye egyrészt, tehát az a gazdasági növekedéshez hozzájárul ugye mármint maga a beruházási oldaláról is. Aztán, hogy ezt követően a stadiont hogy tudjuk kihasználni, és milyen egyéb kapcsolódó kvázi szolgáltatásokat tudunk hozzáilleszteni, hozzábígyeszteni, és hogy az a későbbiekben működőképes-e, bevonza-e a kellő mennyiségű embert, és a fogyasztási oldalról tud-e mondjuk segíteni gazdasági szinten, hát ez kérdőjel, erre én nem tudnék válaszolni. Azért ne felejtsük el, amikor arról beszélünk, hogy a sport a stratégiai ágazat, akkor nem önmagában stadionokról, meg sportlétesítményekről beszélünk, hanem például a mögé vagy köré épülő orvosi kapacitásról, amiben Magyarország kifejezetten jó. Tehát az orvosi egyetemünk vagy egyetemeink azok kifejezetten erősek, és magyar sportorvosoknak van presztízsük a világban. Tehát például, hogyha Magyarország a sportot mint stratégiai ágazatot jelöli meg, akkor azt is jelenteti, mondjuk a Európából, ha valakinek mondjuk komoly sportsérülése van, akkor például ide jön ezt kezeltetni, mert itt van erre olyan komoly kapacitás, olyan szakértelem, ami mondjuk Európa más részében nem, vagy csak elvétve fordul elő, és ráadásul ehhez megfizethető áron juthat hozzá. Gondoljunk csak mondjuk a fogászati kezeléseken, ez a piac ez abszolút működik, ugyanez működhetne a sportban is. De számos olyan megoldás létezik még, ami mondom, nem kifejezetten a sport létesítmény, ami egyébként a szíve közepe a dolognak, de nem kifejezetten a sport létesítményről szól, hanem az ahhoz kapcsolódó különféle üzletágakról. Ez nagyszerű dolog, hogy a magyar orvosok kiválóak, jelzem a legkiválóbbak el is hagyják ezt az országot, sőt most már a kevésbé kiválóak is, de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ugyanakkor a magyar futball szakmai színvonala szörnyű. De nem csak a szakmai színvonala szörnyű, hanem az erkölcsi színvonala is. És nem csak úgy áll a helyzet, hogy nehezen tudnak jól beadni középre a jobb szélsők, hanem arról van szó, hogy az egész szakmának a színvonala nagyon lecsökkent az utóbbi évtizedekben, folyamatos romlásról van szó, az edzőképzés is borzasztó, az utánpótlásképzés is szörnyű, és ami az erkölcsi kérdéseket... Elnézést, már úgy, hogy közbevágok, de szerintem két olyan állításod volt, ami a tények nem támasztanak rá. Tehát pont az utánpótlás képzésben jók vagyunk. Ha megnézzük, akkor a 21 év alattiak egyébként sorra verik a korosztályos, vagy nyerik a korosztályos bajnokságokat, legalábbis elég jó eredményeket érnek el. Tehát pont az utánpótlással egyébként nincsen probléma. Az pedig, hogy morálisan van probléma, ott nem tudom, hogy mire gondolsz. Nagyon szívesen elmagyarázom mind Lánci Tamásnak, mind másoknak is, akiket ez érdekel, hogy egyrészt az utánpótlás a probléma van. Az utánpótlás mondjuk a 80-as évek végén volt ilyen hívon, mint most, sőt nagy versenyeket is nyertünk abban az időben, azóta nem látok erőlépést. Ráadásul, de ezek szakmai kérdések, és nem futball szakmai kérdések, ráadásul elér egy bizonyos korosztályt a tehetséggondozásnak a nívótlansága, és akkor tulajdonképpen nem tud tovább lépni a magyar tehetség. Ráadásul a magyar klubokban igazából nem tud tovább fejlődni, ezért nagyon hamar külföldre kerül, és ott pedig nem tud bekerülni az élvonalbeli csapatokba, legalábbis úgy, hogy játék lehetőséghez jusson, ha pedig nem játszik egy játékos, akkor nehezen tud a válogatott rendelkezésre állni, de ezek mondom futball kérdések. Ami az erkölcsi kérdést illeti, ez azt jelenti, hogy közpénzek milliói, százmilliói mentek el eddig ennek a sportágnak a fejlesztésére, és semmi eredmény nem hoztak, viszont bizonyos zsebekben ezek a pénzek landoltak, nem az elmúlt néhány évben, hanem az elmúlt negyed században legalább, és ennek egész egyszerűen véget kell vetni. Ami a magyar futball jövőjét illeti, a feje tetejéről a talpára kell állítani az egész sportágat, még a szemléletünket is.
Növekedhetnek a szociális kiadások és a beruházásokra fordítható összegek, valamint egyes adónemek esetén alacsonyabb bevételek folyhatnak be az államkasszába, melyek így együttesen veszélyeztetik az idei 2,7%-os költségvetési hiánycél elérését, mondta Gárdján Eszter, a City elemzője. Tamás, veszélyben a hiánycél és túlköltekezhet a kormány? Tilalomfal, amit a kormány semmiképpen sem akar átlépni, mert pontosan tudja, a nemzetközi példa is van rá, hogy a túlzott deficit eljárás alá nagyon-nagyon gyorsan vissza fog akkor kerülni, és azt szerintem mindenképpen el akarja kerülni a kormányzat, úgyhogy lehet, hogy egyébként az év elején megjelölt hiánycélhoz képest néhány tized százalékkal magasabb lesz a hiány, de lényegesen én nem várom magasabbra, egész egyszerűen azért, mert ez egy magasabb kormányzati érdekkel szemben áll. Dávid? Ezzel abszolút egyet tudok érteni, hogyha pár tized százalék ponttal magasabb is lesz a hiány, valószínű, hogy a 3%-ot azt mindenképpen szeretné tartani a kormány. És azt láttuk, hogy a kiadási oldalon volt egy 150-170 milliárd forintos emelés, de látjuk azt azóta, hogy például a frekvencia tendereken már egy 100 milliárd forintos bevétel az, ami bejött azóta. Tehát itt is látjuk azt, hogy azért a kormány próbálja a bevételi oldalon is behozni ezeket a kiadásokat, és az látszik egyébként, hogy ezzel is ugye a célja az, hogy ezt a bizonyos 3%-ot azt ne lépje túl. Richard? Igen, a gazdasági mutatóinknak egy nagy része elég síralmas, más része pozitív, és ugye a pozitívok között van ez a bizonyos hiány, és az elsődleges prioritása a kormánynak az, hogy végre valahára a túlzott deficit eljárás alól kikerült ez az ország, ez olyan eredmény, ami ez a kormány ragaszkodni fog. Hogyha most visszakerülne, az világszégyen volna, akkor majd mindenképpen el fogja kerülni ezt, akármilyen választások jönnek, akármilyen választási év vagy választási költségvetés, ebbe a hibában nem esett bele a kormány, és ezt a kormány is nagyon tudja. Megint elhangzott egy állítás, amit egyszerűen nem tudok megérteni. Tehát a síralmas gazdasági mutatókkal kapcsolatban csökkent a munkanélküliség, nőtt a foglalkoztatottság, alacsony az infláció, rekord alacsony az infláció, folyófizetési mérleg jó, de szerintem vannak nálam hivatottabb személyek is, hogy ezt elmondják. Hát őszintén szólva szerintem most először, hosszú évek után egyébként konszolidálva van nagyjából a magyar államháztartás, és többé-kevésbé megvannak teremtve a növekedésnek a feltételei, ami nem azt jelenti, hogy minden mutató jó, de hogy a tendencia javuló, és hogy kifelé mutat a bajból, azt szerintem nehezen megkérdőjelezhető. A gazdasági adataink egy része síralmas, ezt az állítást tettem, és ezt fenntartom. Elsősorban az államadósság kérdése sajnos nem javult, holott a kormány először de is... De javult, és ez sem igaz. Sajnos ez sem igaz. Kétségtelen, hogy nem olyan mértékben javult, mint ahogy azt a kormány szerette volna, de a 84%-ról 80 közelébe ment le. Ami javulást jelent, szerintem a magyar nyelvben a 84-ről, ha valami lemegy 80-ra, az javulást jelent. Az kétségtelen, hogy az ellenzéki retorikában folyamatosan megjelenik az, hogy nem csökkent az államadósság. Egy probléma van ezzel az állítással, ez nem igaz, ezért azt szeretném kérni minden elemzőtől, hogy ezt az állítást ne tegyük magunkével. Használhatják az ellenzéki pártok, de mi ne használjuk, mert nem igaz. Uraim, lejárt az időnk, legközelebb innen folytatjuk. Köszönöm a tartalmas és sokszor szórakoztató beszélgetést. Önöknek is köszönöm a figyelmet, találkozunk egy hét múlva is. Viszontlátásra!